Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Orbán Viktortól magától tudjuk, hogy nem azt kell figyelni, amit mond, hanem azt kell figyelni, amit tesz. Ezért, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy nem lesznek megszorítások, akkor érünk a gyanúperrel, hogy érdemes figyelni, hogy mit csinál. Árulkodó jelek ugyanis vannak. Az egyik ilyen árulkodó jel, amit maga a kormány hagyott az utókorra, az a konvergencia program, amit kiküldtek Brüsszelbe. Ez a konvergencia program már legalább 400 milliárd forintos megszorítást tartalmaz. A számokból ez egyértelműen látszik, és az is látszik, hogy ennek a 400 milliárd forintos megszorításnak a fő vesztese a szociális támogatások területe lesz, a közoktatás, a felsőoktatás és az egészségügy. Néhány nappal ezelőtt ezen a megszorító csomagon és túlment Varga Mihály, amikor a befektetőknek kívánt üzenni, és egy 1700 milliárdos Orbán csomagot jelentett be, ami minden idők legnagyobb megszorító csomagja, ha megvalósul. Világos, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy mi van a fiókban, mi van a költségvetésben. Varga Mihály ugyanakkor egy részleges beismerő vallomást tett, elárulta, hogy bizony a mai -nál erősebb forintra lenne szükség. Nem véletlenül a magyar államadóság, amely újabb és újabb rekordokat döntött, olyan magasságokba emelkedett, hogy ezt már a kormány is észrevette. Ennek az államadósságnak egyik összetevője a gyenge forint. Valgamiáj tehát egy részleges beismerő vallomást tett, amikor azt mondta, hogy erősebb forint nélkül az államadóság csökkentése illúziónak bizonyulhat. Jó reggelt kívánunk! Az MSPS már régóta hangoztatja, sőt, követeli, hogy a kormány az eddigi politikájával ellentétben erősítse, és ne pedig gyengítse a forintot. Ezek után, persze, hogy a részletes beismerő vallomásra vagyunk kíváncsiak, azt követeljük a kormánytól, hogy ne várakozzon tovább, minél előbb fedje fel, hogy mit tartalmaz a jövő évi költségvetés. Az országnak joga van tudni, hogy a kormány milyen megszorításokra készül. Ugyanakkor a forint gyengítésről is elmondható, hogy ami egyeseknek válság, az másoknak lehetőség. A forint gyengítésen egy ország veszít, de szemmel láthatóan néhányan közben nagyon jól járnak. Nagyon jól jár maga a Magyar Nemzeti Bank is, amely minden korábbinál nagyobb nyereségre tesz szert a forint gyengítésével, és ebből már futja neki kastélyszállókra, irodaházra és egy olyan gigantikus oktatáspolitikára, 200 milliárd forintból, amelynek egyetlen célja van a matolcsizmus terjesztése. Erre két forintot költeni is sok. Ugyanakkor szaporodnak a rejtélyes vagyongyarapodások. És azt is tudjuk Matolcsi Györgyről, hogy már legalább egyszer képes volt üzleti ebéd közben kifecsegni benfentes titkokat és információkat. Az a kérdésünk, hogy hányan élnek jól ebből. Jogunk van tudni. Bár viszonylag egyszerű eszközökkel erről mindenki meggyőződhet. A választ ugyanis bárki leolvashatja a luxus illák névtábláiról.